ezt a mozgást, ezt a szemeknek a mozgását azért csinálja, hogy eljesszem. Közel 4 éve kezdtük el a feleségemmel ezt a hobbit. Igazság szerint az egyik jó barátomtól kaptunk egy hernyót, felneveltük, eljutottunk a bábozódásig, ki is kelt, és egészen magával ragadt minket ez a folyamat. Hát a lepketenyésztésnél általában a hernyókkal kell ugye foglalkoznunk, nekik kell cserélni a tápnövényeiket. Így néz ki egy elszáradt levélcsomó, ezen látod, itt van a hernyó, ez a kis pindúr. Most a friss levelekre kell áthelyezni, majd utána megtalálja a helyét, nyugodtan csak tedd rá. Ez jó lesz? Hát bízunk benne. Magyarországon is közel, ha jól emlékszem, 3600 fajta lepke él. Ugye az éjjeli-nappali lepkék, a különböző szokások, a különböző színek, az alkalmazkodása az adott területhez, környezethez, mindegyik fajtánál valamilyen szinten egyedi. Ebben az egész hobbiban egy akkora változatosság van, ami szerintem, legalábbis én így elfogultam mondom, más hobbiban kevésbé található meg. Itt különböző terméseknek tűnő dolgokat látok, de hát ezek gondolom nem azok. Nem azok, ezek lepkebábok, de nagyon közel jártál hozzá. A lepkékre jellemző, hogy ők mindig valahogyan próbálnak elrejtőzni. Jellemzően ez a kis csöpség, amúgy itt van a dobozban, ezek a kék morfó peleidész. Ebből ez a gyönyörűség lesz? Igen, belőle mondjuk egy kicsit nagyobb állatka lesz, mint a dobozban. Ő egy gyümölcs utánzó báb, az éretlen gyümölcsöt utánozza. Mi jellemzően azért úgy szoktunk dolgozni velük, hogy a tápnövényeket termesztjük, vagy olyan helyről szerezzük be, ahol tudjuk, hogy jó, és otthon neveljük őket azért biztonságos körülmények között, de idén ugye egy kísérletet hajtottunk végre, és itt bent, tehát nem tudtak kiszökni, teljesen maguktól felnevelődtek, tápnövény itt nőtt bent, és végig tudtuk nézni az egész ciklust. Hello! Gyertek! Azt a mekkora! Őt már megpróbálhatod egy virágra rárakni, mert ő azt is szereti, meg majd fogja szeretni a narancsot, banánt is, csak még neki új a világ. Ma délelőtt kelt ki. Ugye itt bent, amit esznek a lepkék, attól függ, hogy ugye nektáros vagy gyümölcsös, vagy éppen mind a kettőt szeretik. Ugye itt a lantána, ez egy nagyon jó nektáros növény, illetve banánnal, narancssal, bármilyen ilyen édesebb gyümölcsel lehet őket etetni. Nálunk itt bent nagyon szeretik felszívogatni a sókat, néha-néha szoktunk berakni nekik trágyát is, mert azt is nagyon kedvelik. Kültéren a reptetővel így érdemes őket táplálni. Lehet itt is külön nektárt adni, de én azt vettem észre, hogy ezek a növények, ezek megadják azt a mennyiségű táplálékot, amire nekik szükségük van. Átlagosan mennyi ideig él egy ilyen lepke? Maga a nevelés az egy ilyen 1,5 hónap, ő egy ilyen 5-6 nap, 1 hét, mert ő egy éjjeli, és neki elcsikevényesedett a szájszerve. Itt bent van valahol egy olyan lepke, aki már 2,5 hónapja repked, de itt jellemzően egy ilyen 3-4 hetes lepkék vannak. Szeretnénk egy kicsit tanítani, felhívni a figyelmet arra, hogy igenis oda kell figyelni a rovarvilágra is. Vannak visszajelzéseink, ugye gyerekek már, akik lepkésztek, egy kicsit máshogy állnak az egész természethez. Ez egy fontos vetülete a mi munkánknak, hobbinknak, és hát egy idő után majd szeretnénk mi is egy látogatható lepkeházat létrehozni, hogy tényleg meg tudjunk mutatni mindent, amit elértünk, és amit úgy gondoljuk, hogy érdemes bemutatni a közönségnek.